Sziasztok! Mi vagyunk a Szent Efrém Férfikar, én Bubnó Lőrinc vagyok, és mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk a virtuális énekóránkon. A mai órán azt próbáljuk meg körüljárni és kideríteni, hogy mi fánterem a férfikar, milyen hangzás, hányan énekelnek benne, hány szólamban, mikortól van ez, milyen jellegű zenéket írtak rá. Úgyhogy először is most rögtön hallgassatok meg egy éneket, amit egy dolgot elárulhatok, hogy férfikarra írtak, viszont arra próbáljátok meg rájönni, hogy hány szólamban van, ezek milyen szólamok, és hogy az, hogy milyen nyelven énekeljük, azt talán nem kell, mert remélem az elég egyértelmű lesz, és az, hogy egyáltalán milyen zene ez, mi képezi az alapját. Rég megmondtam, hús kell vice, ne lak fészket, hol szélem, mert az úton sokan járnak, a fészketből kihajtásznak. Rakjál fészket a sűrűbe, Négy szólamban énekeltünk egy magyar népdalfeldolgozást, méghozzá egy rubátó tempójú magyar népdalfeldolgozást. Most az infosarokban Tamás bácsi, édesapám elmondja, hogy mit is jelentenek ezek a fogalmak. Az van fölírva erre a kottára, amit Bartók Béla komponált 1926-ban, hogy parlando. Lőrinc azt mondta, hogy rubátó. Mind a kettő olasz szó, mind a kettő azt jelenti, hogy nem úgy kell elénekelni, hogy le van a kottába írva. Ez nem azt jelenti, hogy nem azokat a hangokat, hanem azt jelenti, hogy nem abban a tempóban, nem abban az időben, ahogy ezek a kották itt megjelennek. Mert hogyha ezt így énekelnénk, akkor ez úgy lenne, hogy rég megmondtam, musgelice, ne rak fészket úgy szérire, mert az úton sokan járnak, elég mulatságos, nem? Szóval a kabarénak jó, de természetesen így nem lehet zenélni. Ez ugyanis elbeszélő ének, egy bús magyar népdal, búslakodó magyar népdal, amit ezt a két olasz szó kifejez, hiszen ezek mindkettő nemzetközileg elismert zenei kifejezések, parlando és rubato, azt tudatja velünk a zenészekkel, hogy próbáljunk meg a szöveg szerint annak a hangsúlyai, annak a lejtése szerint énekelni. Ez könnyű speciál nekünk, mert magyarok vagyunk, tehát magyarul ezt nem is olyan nehéz megcsinálni. Ha már egy másik nyelven van, akkor már ez egy kicsit bonyolultabb, de remélem, hogy ez így magyarul tetszett. Most, hogy megtudtuk az alapdolgokat a magyar népdalnak a beszédszerűségéről, hallgassuk meg, hogy ugyanebben a darabban, amit Bartók Béla feldolgozott, a négy régi magyar népdalban, mi az a másik három népdal, ami benne foglaltatik. Ezek már nem rubátó, nem parlando énekek lesznek, hanem úgynevezett tempo giusto, azaz feszes, meghatározott tempóban, szinte tánc zeneszerűen kell énekelni, és szerintem a harmadik népdalt a négyből ti is ismerni fogjátok, úgyhogy nyugodtan énekeljetek velünk, akár a képernyők előtt. Ja Istenem, kire várok, megyek Budapestre, ott sétálok a lányokkal minden szombat este. Kipírosítom az arcom, magam nagyra tartom, úgy szeretnek meg engem a lányok ott a Duna. Szeretnek meg engem a lányok ott a Dunaparton. Ánydom asszony kertje, bertje, nem tudom mi van mellé vetve, szenderjen, merderjen. Ejde, kapcsom dolomba,
Non desta candor, desta coro, desta iaia, furcia, coleta, buia, cifra, buia, ciota, furcia, cifra, ciota, buca, cire, malate, roja, stal, a che tembe, hat, roja, stal, sede, siede, plede, iede, cacion, donon, donon, desta candor, desta coro, desta iaia, furcia, buia, Nota. Hey! Bíres legi, jól megragd a szekere, bíres legi, jól megragd a szekere, sarjú tüske, böködje a tenyere, sarjú tüske, böködje a tenyere. Mennél jobban, mennél jó a tenyere, böködje a tenyere, mennél jó a tenyere, böködje a tenyere, annál jobban, rögd meg a szekeredet, annál jobban, Bíres legi, jó megragd a szekere, sarjú tüske, böködje a tenyere, menni jobban, böködi a tenyere, annál jobban, ragd meg a szekeredet. Hey. Jó megragd a szekeret, hey. Jó megragd a szekeret, hey, hey. Bíres legi, hey. Bíres legi, jó megragd a szekeret. Bartók Béla négy régi magyar népdalát hallottátok, sok más magyar zeneszerző is komponált férfikarra művet, most Kodály Zoltántól fog következni egy himnusz megzenésítés, méghozzá Assisi Szent Ferencnek a naphimnuszát fogjuk elénekelni. Tamás elmondja, hogy pontosan ki is volt Assisi Szent Ferenc, és hogy miért fontos, miért érdekes ez a naphimnusz. Kodály nagyon érdekes művet hozott ezzel a kompozícióval létre, ugyanis a dallama, az Assisi Szent Ferenc naphimnuszának a dallamául egy nagyon ősi, talán az egyik legősibb héber zsinagógai, tehát héber templomi dallamot vett. Bórus Sémkő Vajdmál Huszáj Lőáj Lomvóed, áldassék az ő királyságának a neve mindörökké. Ezt jelenti, és ez a dallam, amire rákomponálta ezt a nagyon szép szöveget, Assisi Szent Ferenc, az egyik legnagyobb szentje a katolikus egyháznak, egy egyház újító, és hogyha leszálltok a ferenciek terén, akkor azt tudjátok, hogy az Assisi Szent Ferencről van elnevezve, hiszen a ferencesek azt Ferenc, Szent Ferenc után kapták a nevüket. Tehát nagyon-nagyon fontos szentről van szó, és neki van egy gyönyörű naphimnusza. A teremtésről, a csillagokról, a holdról, a természetről, a virágokról, beszél, ugye legenda szerint a madaraknak is prédikált, és azok hallgatták őket. Tehát egy különleges nagyszentről beszélünk Szent Ferenc esetében. Következik tehát ez a Kodály mű, ami nagyon érdekes, hiszen először héberül fogjuk elénekelni ezt az előbb említett mondatot, majd utána a Szent Ferenc himnuszát magyarul. Bóruk Simke Valdmál Huszáj Lőáj Lomvó Oh.
Friss mélyénk a szél, mikor onzzuk a gál. Friss mélyénk a szél, mikor onzzuk a gál. A Szent Efrém Férfikarban nem csak énekelni szeretünk, hanem szoktunk magunknak komponálni úgynevezett harangimákat is, amivel a különböző számokat tudjuk egymásról elválasztani koncerten. Most is egy ilyen következik, amit édesapám Tamás írt. Ennek a kottáját is megtaláljátok a videó alatti leírásban. Ez a Beáti című harangimánk. Szent Efrém Férfikarban nem csak harangokon szeretünk zenélni, vannak köztünk olyanok is, akik rendesen tudnak játszani hangszereken, mármint harangokon azért tudunk rendesen, és azt is javaslom, hogy próbáljátok ki. Viszont most egy olyan ének következik, egy olyan férfikari feldolgozás, amiben a bátyám, Marcika, illetve Peti, a basszusunk, trombitán, illetve dobon fognak közreműködni. Viszont az, hogy mit fogtok hallani, azt Tamás bácsi mondja el. Liszt Ferenc a 19. század egyik leghíresebb magyarja volt, ismerték az egész akkori fontos és jelentős világban, tehát Európában mindenütt, Amerikában is hívták, oda végül nem jutott el, de virtuóz volt, igazi sztár volt. A lányok nagyon oda voltak érte, és ez kölcsönös volt, ez a vonzalom, Liszt is a hölgyeket nagyon szerette, és azon kívül, hogy zseniális zongorista volt, hát nagyon jó zenéket írt, fantasztikusan széles látóköre volt, és nagyon-nagyon tudta, hogy hogy kell egy kompozíciónak létrejönni. És, ami nekünk nagyon fontos, hogy a férfikart nagyon-nagyon szerette. Rengeteg férfikart írt, több mint 60-at. Ebből most egyet fogunk nektek elénekelni. Egy nagyon híres szövegre írta rá, volt egy olyan nagyon neves német költő, hogy Johann Wolfgang Goethe. És neki van egy klasszikus irodalmi alkotása, a Faust, és a Faustban van egy katonadal. Na most Liszt úgy gondolta, hogy ezt a híres katonadalt, amiben arról van szó, hogy két dolga van a katonának, meghódítani a várakat és a hölgyeket. És hogyha ez megtörtént, akkor tulajdonképpen minden rendben van. Ez következik most. Thank you.
das ist mein Leben, das ist mein Schirmen, das ist mein Leben. Mädchen und Burgen müssen sich geben, müssen sich geben. Kühn ist das Mühen, herrlich der Lohn. 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 Herrlich der Lohn. Most hallottátok, hogy milyen nagyon szépen játszik dobon, illetve trombitán Marcika és Petike. Most viszont megmutatjuk, hogy ti mindannyian tudtok igazából hangszereken játszani, hiszen legrosszabb esetben ott van a két tenyeretek, amiket össze lehet ütni, de ilyen apró, ilyen kukázott hangszerek biztos mindenhol vannak, de lomtalanításon lehet szerezni egyébként. És csináltunk, pontosabban apu csinált egy ritmusjátékot, ami nagyon egyszerű, ennek is a kottáját megtaláljátok a videó alatti leírásban. Ha tudjátok, most azt nyissátok meg, mivel akár együtt is tudunk most zenélni ebben. Ez egy négy soros kotta, egy négy soros, nagyon egyszerű ritmusképlet. Igazából bárki bármit játszhat, mi most úgy osztottuk föl egymás között, hogy apu az első sor, én vagyok a második sor, Peti a harmadik sor, Marci a negyedik sor, elsőre. Úgyhogy most meg fogjuk mutatni nektek külön-külön ezt a négy ritmusképletet, aztán elkezdjük együtt is játszani őket. Most csak idáig megyünk. Most hallottátok egymás után, hogy hogyan jön össze, ez is már egy érdekes együttjátékot ad ki. Viszont azt gondoltuk, hogy akkor már csinálunk az egészből egy kánont is, mivel ugye a kánonnak az a lényege, hogy ugyanezt a bármilyen dallamot valaki elkezd játszani vagy énekelni, és ugyanazt a dallamot bizonyos időeltolással egy másik játékos is elkezdi játszani, és érdekes együtthangzásokat ad ki ez a dolog. Mi most ezt úgy fogjuk megcsinálni, egyszer csak külön megmutatjuk nektek, hogy úgy fogják fel az egészet, nem mint hogyha négy külön szólam lenne, hanem mint hogyha ez egy darab lenne, és a négy sort egymás után fogjuk eljátszani. Úgyhogy most megmutatjuk még kvázi kíséret nélkül, hogy hogy néz az ki, hogyha először Tamás elkezdi az első szólamot, és én aztán rögtön belépek rá két ütemmel később, aztán a Peti belép két ütemmel később, majd a Marcika belép két ütemmel később. Végére értünk a tojással. És most pedig megmutatjuk, hogy csináltunk ebből igazából egy előadható darabot is. Minden elemet fogtok hallani, tehát külön-külön is eljátszuk, együtt is fogjuk játszani, tehát kijönnek ezek a komplementer ritmusok, majd aztán kicsit a Szentefrém maradéka többi tagja is besegít klattyogó harangokon, és együtt el fogjuk játszani ezt a ritmusjátékot. A komponista, tehát Bubnó Tamás, előadó a Szentefrém férfikar. Gyertek velünk, hogyha van mivel játszani, de akár combon is lehet. Thank you.
Egy ritmusjáték után most egy vokális ritmusjátékkal fogunk tulajdonképpen továbbmenni, Bartók Bélának, akitől ma már énekeltünk, az Elmúlt időkből című kórusciklusa következik, ebből is a második tétel, ami egy kiszámoló, Tamás mindjárt elmondja, hogy ez pontosan mit is jelent. Nehogy már nekem kelljen megtanítani a kiszámolót, appa, cukka, funda, lukka, funda, káré, kamanduka, app, cuk, funda, luk, funda, káré, kamanduk. Lőrinc, hát ő a főnök, ő a hunyó. Tehát ez a kiszámoló viszont, mármint úgy általában, mint műfaj, ez a Bartók Béla féle kiszámoló, ez tulajdonképpen csak egy kicsit gyerekjáték, mert azért ennek sokkal komolyabb része is van, és kicsit keserűbb, mint egy vidám kis kiszámolócska a bújócska előtt, vagy pedig egy fogócska előtt. Azt szokták mondani, hogy a világ legborulátóbb kiszámolója. Ez a Bartók Béla mű. Hej, haj, hej, haj, 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 hej, buja, haj, hej, buja, haj. Egy, kettő, három, négy, hej, egy, három, négy, hej. Hát, tartás, hova, négy, hova, négy, hova. Hova még? Hova még? Hova még? Egy, kettő, három, négy. Hát te folytás, hova még? Hova, 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 hova. Nem megyek ki, pipáért, pipáért. Mese megyek, pipáért, pipáért. Gyere vissza, gyere hát, gyere vissza, gyere hát, gyere vissza, gyere hát, gyere, gyere, gyere. Adok neked egy valéget, ez a lényeg, ez a lényeg, ez a lényeg, ez a lényeg. Adok, adok, adok. Egy valék, keszenyét. Vegyél rajta cajrát, ha cegyél rajta takar, vele magad vele, jutkát vele, jutkát takar, jutkát vele. Sejka érte bojtán, sejka érte bojtán, sejka érte bojtán, bojtán érte bojtán. Bortadok kocsisna, kocsis legyen rájának, rájának. A világ legborulátóbb vagy legkeserűbb kiszámolója után pedig még egy ének erejéig visszatérünk Kodály Zoltánhoz, és ezzel zárjuk a mai virtuális férfikari énekóránkat. Elég sok fajta zenét, és mint utólag most már elmondhatjuk, alapvetően magyar zenéket mutattunk meg nektek a mai órán. Volt tehát Bartók Béla, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán, talán a három legfontosabb magyar zeneszerző, aki férfikarra is komponált. És amivel zárunk, az Kodálynak egy vers feldolgozása, illetve ez egy dupla csavar igazából, mivel a vers az Ady Endrének a Fölszállott a páva című verse, viszont van egy azonos című népdal, aminek a dallamát Kodály felhasználta, mégis a versnek a szövegét dolgozta fel tulajdonképpen három szólamú férfikarra. Ezzel fogunk tehát búcsúzni, de mielőtt búcsút veszünk, hadd mondjam el, hogy a www.pálfa.hu
www.szentefrém.hu oldalon, illetve a Facebookon is megtaláltok minket, továbbá Spotify-on, YouTube-on, Instagramon, mindenhol fenn vagyunk. A leírásban ne felejtjétek, hogy megkereshetitek a mai énekórának a kotta anyagát, ezt érdemes felhasználni és elrakni későbbre, használjátok egészséggel, most pedig búcsúzunk tehát egy Kodály művel, köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Thank you.